Köszöntöm nézőnket a Táncs és 17-es óvodában, Nagy Tiborné táborvezetővel beszélgetünk, gyönyörű alkotások között. Milyen tábor zajlik önöknél? Nagy szeretettel köszöntöm a televízió nézőit. Az óvodánkban a nyári kézműves tábor zajlik éppen. Idén 8. alkalommal szerveztük meg. 32 fő kisgyermek jelezte részvételi szándékát, és végül 30 kisgyermek vesz részt a táborunkban. Mi a célja a tábornak? A kézműves tábor célja a tehetséggondozó munkánk gazdagítása, továbbfejlesztése. A táborban azok a kisgyermekek vesznek részt elsősorban, akik az év során az intézményünk kézműves tehetséggondozó műhelyében járnak, illetve azok a gyerekek, akik nagyon szeretik a kézműves tevékenységet. Emellett a táborunk célja, hogy egy olyan tartalmas időtöltést biztosítsunk a gyermekeknek, melyben elmélyülhetnek, melyben tovább fejlődhetnek. A tábor kiváló alkalmat biztosít arra, hogy a gyermekek társas kapcsolatai is fejlődjenek, hiszen itt az intézmény valamennyi nagycsoportosa jelen van, és így a szocializációjuk is fejlődik a gyerekeknek, az iskolai beilleszkedésüket is fogja segíteni, barátságok szövődnek már a tábor alkalmával. Három fő területre bontjuk a kézműves tevékenységeinket, vannak a modern technikák, vannak a népi kismesterségeink, illetve az újrahasznosítás jegyében is alkotnak a gyermekek. Ezeknek ugye célja először is a helyi népi kismesterség gazdag világát szeretnénk megszeretetni a gyermekekkel. Az újrahasznosítás jegyében ugye a környezettudatosság, a környezettudatos magatartás formálása a célunk. A modern technikákkal pedig olyan újszerű anyagokkal és technikákkal ismerkednek a gyerekek, ahol a képi szabad önkifejezésük fejlődik, kiteljesedhetnek, forgórendszerben alkotnak a gyermekek, egy-egy asztalnál ők maguk választhatják meg, hogy mely tevékenységet szeretnék végezni. Megismerjük a képességeiket, fejlettségi szintjüket, érdeklődési körüket, és eszerint differenciálva kínáljuk számukra föl az alkotó tevékenységek lehetőségeit. És a teljes személyiségük fejlődik végül is a tábor során. Gazdagító programokat is iktatunk be a tábor programjába. A hét folyamán a gyermekkönyvtárba látogattunk el, ahol egy nagyon tartalmas, gazdag programon vettünk részt Szabó Péterné Katika vezetésével, egy interaktív drámajátékokkal fűszerezett délelőttünk volt, ahol egy gyönyörű népmesét is hallhattunk tőle. A pénteki nap folyamán Karcagi Nagy Zoltán fog érkezni a táborunkba délután folyamán, és a tábor zárásaként egy vidám gyermek műsort fog a gyermekek számára nyújtani, amelyet már ő évek óta megtesz nekünk. És hát azt gondolom, hogy a legfontosabb itt a gyerekek részére, hiszen itt nagy izgatottan várják a kirakott műveket, hogy egy szatyornyi ajándékkal mennek haza, hiszen rengeteget alkottak, és azt gondolom, hogy a szülők már nagyon várják, hogy láthassák ezeket. Igen, mire vége a tábornak, összegyűlnek a gyönyörű szép alkotások. Nagyon fontos szempont a táborban az is, hogy a szülőket valamilyen szinten bevonjuk ebbe a hangulatba, és minden nap során megörökítjük a legemlékezetesebb pillanatokat a táborban. Egy belső zárt csoportot hoztunk létre a Facebook oldalon, és minden nap feltöltésre kerülnek az aznapi alkotó munkát, megörökített fotók. Emellett pénteki nap folyamán délután nagyon sok szeretettel várjuk a kedves szülőket is, együtt alkothatnak a gyermekeikkel. Ez is nagyon fontos, hogy valamilyen szinten megnyerjük a szülőket is a tehetséggondozó munkánk iránti elköteleződésben.